Köszönöm szépen, kedves barátaim, hölgyeim és uraim, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Mindeneket köszönöm, hogy ilyen sokan megtisztelték ezt a mai összejövetet. Úgy látszik, él még a magyar nép immunrendszere, működik még az immunrendszere. Reagál arra, ami körülvesz bennünket, és reagál arra is, hogyha valamit tenni akarunk ellene. Ez nagyon nagy öröm számomra. Hát köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy itt lehetek önökkel. Igazság napja. Így hirdeti magát ennek a mozgalomnak az indító programja. Engedjétek meg, hogy mindjárt az elején idehozzam János Evangéliumából azt a sort, ami miatt ezt a címet adtuk épp ennek a napnak. Ez pedig így hangzik. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Üdvözlöm a szabad embereket ezen a mai estén. Mert úgy látom, megismerve az igazságot, szabadnak érzik magukat végre. A másik, ami ugyancsak az igazsággal foglalkozik, és a kimondott szó böcsületével, az igazság ügyével, Máté Evangéliumából való. Ez pedig így hangzik. Szabadok legyen igen, igen, nem, nem. Ami pedig ezen felül van, a gonosztól való. Hát, legyen ez a mai este az igen, igen és a nem, nem szavak estéje. Beszéljünk őszintén, világosan egymással, magunk közt vagyunk. Meg kell hányjuk vessük, hogy mit lehet abban a helyzetben tenni, amiről én magam is szeretnék néhány gondolatot elmondani. De kérek néhány barátomat, hogy majd segítsenek, és egészítsék ki azt, amiről én beszélek, amikor oda jutok a mondandóval. Miután egyetemen tanítok, ezért munkai általom, hogy túlbeszélem a dolgokat. Kímélendő az időt is és a türelmüket is. Én írtam magamnak egy vázlatot, ha megengedik, eszerint mennék, és megpróbálok nem túl sokat csapongani a mondandómmal. Három nagyobb kérdéskört szeretnék érinteni. Az egyik egyfajta diagnózis, egyfajta helyzetbemutatás. Miért is van szükség egy ilyen mozgalomra? Mi az a helyzet, ami kikényszerít egy ilyen mozgalom indítását? A másik kérdés, szeretnék néhány példát idehozni, amik azt bizonyítják, hogy nem mi képzeltünk itt néhányan. Nem összeesküvés elméleteket gyártunk, hanem itt a szemünk előtt zajlik a folyamat. Olyan példákat idehozni, amiken keresztül megmutathatjuk, hogy mi is történik itt ezzel a néppel, mi történik ezzel az országgal. És végül, de nem utolsó sorban, arról szeretnék beszélni, hogy miért is kell megállítanunk ezt a folyamatot, és hogyan gondoljuk. Aztán innen indulhat a beszélgetésünk közösen, várjuk azokat a megjegyzéseket, észrevételeket, amelyeket kiki ebben a témakörben is hozzáfűzne, vagyis hogyan tudjuk ezt az országot végre saját kezünkbe venni, hogyan tud a magyarság urrá lenni azon a rabló bandán, ami ezt az országot most már elég hosszú ideje rabolja, kirabolja, és amely tulajdonképpen a fiataljaink, akik itt vannak velünk, jövőjét is elveszi, nem csak a jelen generációt. Először talán a helyzetelemzéshez. Néhány ilyen tételmondatot mondanék, most anélkül, hogy én ezt alátámasztanám, egyfajta helyzetelemzésnek fogható föl talán. Kemény mondatok lesznek, tehát szabadok legyen, igen, igen, nem, nem, ne beszéljünk mellé. A helyzetelemzésnek talán az első tételmondata az így hangzik, és azért egy-két mondatot majd fűznék hozzá. Néhány tucat mohó zsákmányszerző gazdasági érdekcsoport tőke érdekeltség, multinacionális érdekcsoportokkal összefogva, maffiaszerű hálózatot alkot, fogjul ejtette a közösségek államát, és a közjó helyett szűk csoport, sőt magánérdekek szolgálatába állította. Elrabolták tőlünk a saját államunkat, amit a közösségek azért hoztak létre, hogy a saját értékeiket megvédje. A helyzet nem ismeretlen a térségben. A Transparency International a korrupciós viszonyokat vizsgálva a térségben állapítja meg,
hogy a korrupciónak egy második szintje alakult, egy következő lépcsőfoka. Már nem a Nokia dobozos eljárás működik, ahol az adott hivatalnokot keli meg, és ennek fejében elintézi az ügyeket. Ez már nem az, ez egy fejlettebb módszer. Itt maga a maffia hálózat, a gazdasági érdekcsoport, ha tetszik, vagy a gazdasági maffia család, a saját emberét helyezi be döntéshozó pozícióba. Sőt, ahol nagyobb kasszák vannak, ami már eléri az inger küszöböket, ott a döntéshozó mellé, talán így mondhatom, az idősebbek ismerik ezt a fogalmat, tartótisztet is tesz, akinek az a dolga, hogy a központtal, a maffia család központjával összeköti a döntéshozó helyzetben lévő magas beosztású tisztviselőt, hozza az információt, hozza az utasításokat és viszi az információkat. Magam tanulja voltam ilyennek, de ha megengeditek, a perek eltörülése véget, nem mondom be a neveket. Tekintettel arra, hogy a miniszter, a tartótisztje és én voltam jelen, tanul nincs rá, talán csak az lehet, szólhat a mentségemre, hogy nem szokásom olyasmit mondani, ami nem történt. Mert hogy az életedben nekem kell elszámolni, semmi érdekem nem fűződik ahhoz, hogy olyasmit mondjak, ami nem igaz. Ez valósul itt meg nálunk, amit a Transparency International leírt. Ha egy kormányalakításnál, amiről nekem utólag beszéltek, amikor én már lemondtam, úgy megszólítva, hogy hát ha kérdeztél volna, elmondtuk volna, hogy működik. Egy kormány alakításnál, a 70 fős kormányban, 8-10-et nevez meg a miniszterelnök, a többit ezek a gazdasági, mondjuk így finoman fogalmazva érdekcsoportok, mire számítunk? Mire számíthatunk ilyen körülmények közt? Hogy kerülhet egyáltalán szóba a közösségek érdeke? Hát annak az a dolga, akit oda helyeztek, hogy intézze annak a családnak az ügyeit. Ez katasztrofába felégett. Súlyosabb a helyzet ennél is. Mert az úgynevezett rendszerváltó elit úgy tűnik nekem, és persze tisztelet azok, annak a kevés kivételnek, aki nem közé tartozik ebben a tekintetben, mintha felosztotta volna a politikai terepet egymás között. Az úgy tűnik, és most már egyre több jel erre mutat, hogy a politika és a politika két nagy oldala, nevezhetjük az MSZNP és utód permutációinak, és a másik oldalon a Fidesz és a szövetségesei, ezek mintha délelőtt és délutános műszakként működnének, és abban versengenek, ez a katasztrofális helyzet alakul ki, és ez a határozott benyomások, ezért csak egymással foglalkoznak, hogy ki tudja kiszolgálni ezt a fajta maffia hálózatot. A szolgálatért folyik a verseny a pártok között. Nem azért, hogy a közjót melyik tudná jobban szolgálni, hanem azért, hogy ki tud a szolgálatába állni adott pillanatban ennek a maffia hálózatnak. Ugyanannak a maffia hálózatnak. Az érintetlen. A hálózat érintetlen, ami a háttérben van. Pártok veszíthetnek a választásokat, de a maffia nem veszíthet. Miért csinálják vajon ezt? Mert ez finanszírozza a pártrendszer. A pártokráciának ez az alapja ma. De nem csak ezért, hanem úgynevezett egyéni életpálya modelleket kínál ez a rendszer. Kiki a saját karrierjét ebben látja. A parlamenti képviselő fogja ennek a helyzetnek. Mert ha elhagyja ezt a családot, az életével játszik, nem hogy karrierje nincs. De nem csak a saját életével, hanem a következő nemzedékek életével is. Generációkra meghatározza a helyzetét a családjának, attól függően, hogy hogyan viszonyul ehhez az egész rendszerhez. Kedves barátaim, most dől el, hogy ebben a társadalomban ki lesz fönn és ki lesz lent.
Mi ennek a következménye, hogy egy ilyen rendszer alakult ki? Hát először is, ami a szemünk előtt zajlott, ez a nemzeti vagyonunk széthordása. Szinte semmink nem maradt. Ezekből lettek a magánvagyonok. Ez elkezdődött ez a folyamat Németh Miklós kormány alatt a spontán privatizációval, és most állt le. A maradék széthordása zajlik. Magánvagyonokká transformálása zajlik. Másrészt, következménye a közös kasszák megcsapolása, mondhatnám úgy, hogy az ország kirakása. Amit a nép a munkája árán összead, hogy a közjót szolgálva használják föl, és ebből finanszírozzanak oktatást, egészségügyet, és minden olyasmit, ami fontos nekünk. Meg a közös értékeink föntartását, ezeket a kasszákat rabolják meg. Nem is akár mekkora tételekkel, erről talán még ma este tudunk szót váltani. Eltűnnek ebben az erkölcsi értékek és az emberi normák. Megszűnt. Nincs. Helyi közösség és a családok szétesnek. Látjuk. Nem véletlenül kell atomjaira bontani a társadalmat. Mert ha fölbontod a társadalmat, gátlástalanul lehet tovább rabolni. Nincs összetartó ereje, nincs belső kohéziója a társadalomnak. Végünk van, hogyha ez a folyamat így folytatódik tovább. És mit választhatnának a fiataljaink ebben a helyzetben? Azt, amit választanak. A legkitartóbbja itt van velünk, mert itt vannak most is. És öröm, hogy együtt vagyunk. De hát sokan föladják. Nincs perspektíva. Elmennek. Elképesztő, hogy a legnagyobb kolónia Londonban van, a magyar kolónia. Micsoda világ lett itt, emberek? Hogy lehetséges, hogy idáig jutottunk? Hozzáteszem rögtön, hogy nehogy egy mai kormánykritika legyen, nem ma kezdődött ez a folyamat, és ez kormányzati ciklusokon átível. Ez az egész, amiről ezt beszéltem. Az állampárt benfentesei a saját kapcsolati tőkéjüket felhasználva közel lévén a tűzhöz, meg a anyós bankja révén, meg mindenféle módszerek révén széthordták a nemzeti vagyonunkat, és ehhez új csatlakozók is voltak. Ne szűkítsük azért csak oda le, mint hogyha ők tették volna ezt velünk. Valami fajta megállapodás volt itt a közös kirablásban. Így lettek a nagyfiúk, talán így mondhatok, akik ma dirigálják az életünket. Vagy a felszínen is, vagy csak a háttérből. Nem a gazdasági zsenialitásuk révén kerültek ebbe a helyzetbe. Minden tiszteletem azoknak a nagyszerű embereknek, akik a saját ötleteik révén váltak világhírűvé, és lettek milliómosok, vagy milliárdosok. Senki nem irigyli tőlük. De azt az erkölcsi fertőt, amelyben a mások által generációk során fölhalmozott nemzeti vagyont hordják szét, gátlástalanul, ez elfogadhatatlan egy nép számára. És most ráadásul azzal állnak elő, hogy nekik még ez sem elég. Több kell, még több kell. A mohóságnak nincs határa ebben a körben. Pedig hát az ember ezt legszívesebben mondaná nekik, ha értenék, miről beszélünk, hogy uraim, a halotti ruhám még üvegzseb sincs, semmilyen zseb nincs. Az életünkkel kell majd elszámolni valamikor, azokkal a tetteinkkel, amit itt a Földön csináltunk. Tehát ebben a kategóriában, ebben a körben ez nem talál visszhangra, hogy így mondjam. Hogy mondjam még itt el, amikor mi 2010-ben megállapodtunk Orbán Viktor miniszterelnökkel, akkor jelöltem, hogy egy más világot építünk, úgy gondoltam én magam is, hogy ez az új világ első kormánya lesz. Ami épp ezeket a viszonyokat számolja meg, hogy visszaveszik a közösségek államát, ebben állapodtunk meg. Nem ez több. Most a második részben szeretnék egy-két példát mondani, hogy nehogy azt higgyék, hogy valóban csak a levegőből beszélek, és ehhez majd kérek segítséget is azoktól, akik maguk is megélik ezeket a példákat, ezeket az eseteket, ezeket az eseményeket, amik körülvesznek bennünket, és mélyen érintik az ő életüket is. Korábbról egy-két ilyen példát. Korábbról eredező, de a közös hálózat
a délelőttös, délutános egymást váltó politikai műszak egységére utal, hogy itt mindjárt ide hozzam, hogy nincs elszámoltatás. Tessék mondani, miért nincs? Csak azért nincs, mert érintettek az urak. És egyik oldal sem számoltatja el a másikat, mert mind a kettő ugyanarról, ugyanazon az emlőn nevelkedett. Bocsánat, hogy ezt vagyok kénytelen mondani. Ügynök adták nyilvánosságra, szóba se kerül. Furcsa dolgok derülnének ki valószínűleg. Az NDK-ban a Stázi aktái azonban nyilvánosak lettek. Érdekes. Itt szóba se kerül. Hagy hozzak ide egy hozzám közelebb álló példát, a piszkos 12 ügyét. Nem minthogyha a többi állami gazdaságot előtte a szocialisták nem vitték volna el, de azért hozom ide épp a piszkos 12, mert máig ható és ma katasztrofális viszonyokat eredményező következményei jöttek annak, ami 2001 nyarán történt, a legnagyobb kánikulában természetesen, amikor senki nem figyelt, Szolnok ügyvéd barátunk konstrukciójára, aki azóta is az egyik vezető gazdasági érdekcsoport, mondjuk így finoman, hogy benne pereljenek, vezetője, nem akarok keresztapát mondani, ebből is a piszkos 12-ből szeretnénk kiemelni Mezőfalvát, mint egy állatorvosi lova ennek a fajta privatizációnak, és aztán Kishantost, amiről gondolom, hogy Ács Sándorné majd egy-két szót elmond, hogy is állom ez a dolog. Kérem szépen, 2001 nyarán kánikulában négyen elvitték Mezőfalva 2 milliárdos vagyonát. A vezérkar. Két MSZP-s, sőt MSZMP-s, vagy tegyem hozzá, és 2 fideszes. Az egyiket ma ez a polgári kormány, az egyik MSZMP-s, László Tibornak hívják, aki a Baracskai rabgazdaságnak volt grósz időszakában, emlékszünk még arra, grósz időszakában volt az MSZMP titkára a Baracskai rabgazdaságnak, majd a Mezőfalvi ZRT vezérigazgatójával van rá, ő az egyik privatizátor. A másik az én egyetemem egyik professzora, aki az én egyetememben volt MSZMP szervezőtitkár, ők ketten képviselik az egyik oldalt a mafiából, a másik oldalon pedig az egyik fideszes képviselő, európai parlamenti képviselő keresztapja, és még egy fidesz képviselő. Ő a négy tagú vezérkar. 2 milliárdos vagyont vittek el, úgyhogy gyakorlatilag egy fillérbe nem került. Hozzá kaptak 50 évre állami földhasználati jogot. 50 évre. Hátradőlve figyelik, mosolyogva, hogy mit küzdködünk itt a földtörvénnyel, meg a földünkkel. Őket ez nem érinti még, vagy 40 évig, vagy 30 évig biztosan. Nem elég ez. 2006-ban eladták egy német érdekeltségnek. Mondom, német érdekeltségnek. A nemzeti tőke. Mert így szokták nekem emlegetni. És utána ez a bizonyos úr, aki ma az agrárkamara, a nemzeti agrárkamara, 9000 hektáros területnek a vezérigazgatója, a nemzeti agrárkamara kisközepes családi gazdaságokat menedzselő ágának lesz a vezetője. Nyilván érti a problémáit a kisközepes családi gazdaságoknak, és teljes szívvel értük fog kiállni. Ő az egész mezőgazdaságért felelős alelnöke a nemzeti agrárgazdasági kamarán. Összeérnek a szálak. Ugyanaz a társaság. Delegálta a kamarába ez a csoport, ezt a ZRT vezérigazgatót, aki felel manapság az egész mezőgazdaságért. De nem állít meg a dolog, nem egyedül van ez az úr, mert ez a Mezőfalvi ZRT, ami most már egy német tulajdonú, német érdekeltségként működik Magyarországon, 9000 hektárt viszel a helyiek elől, ahol aztán karácsonyra a falu nagy részének élelmiszer segélycsomagokat kell osztani a legjobb földön, mert nincs semmi alapja a megmaradásoknak, mert kihúzták alulunk. Ez egy GSD nevezetű, nagy, mondjuk így
finoman fogalmazva gazdasági érdekcsoporthoz tartozik. Dorogi Árpád Zsira polgármestere vezeti, aki tulajdonképpen a német tulajdonosnak a magyar hangja, és az a csoport, amelyik az agrárkasszából, hogy a másik rablótervetet is említsem, ötödik a legtöbbet kiemelők között, a hat legnagyobb tőkeérdekeltség, ami az agrárkasszát megrabolja, az 15 milliárd forintot emel ki egy év alatt a kasszából, és kedves barátaim, tanyafejlesztési programra ugyanabban az évben, amikor ez a hat érdekeltség 15 milliárd forintot kapott, a tanyafejlesztési programra, ahol 300 ezer ember él, jutott 1 milliárd forint a közös kasszánkból. Micsoda értékrendbeli különbség ez? Micsoda értékrend ez tulajdonképpen? Hol van itt a közös érdekeinknek a képviselet? Egy másik példát is szeretnék elmondani. Csak annyit fűznék még hozzá, de ezt nyilván Ács Sándorné még erről fog beszélni. Tulajdonképpen a mohóságnak nincs határa, mert az érdekcsoport vetett szemet arra a 400 hektárra, ami ennek a 9000 hektárnak a közepén van. És a miniszternek van képe azt mondani, hogy ők értéknek nem adnak földet. Mikor egy non-profit kb. Tőkés társaságnak nem adnak földet. Egy non-profit közhasznú vidékfejlesztési központtól elveszi a földet, és hagyja ott a 9000 hektárt a német érdekeltségű RT-nek. Miről van itt szó? Miről szól ez a történet, amit zajlik körülöttünk? Én, amikor ezeket láttam, ezek korábbi ügyek, onnan indulnak a 21, a piszkos 12 ügye, 2001. Én, amikor megállapodtunk, elhessegettem magamtól. Remélem, hogy tényleg más irányba fogunk menni. De nem. Itt ilyen típusú változás nem történt. A közelmúltból néhány példát szeretnék hozni. Földügyek. Az állami földbérletek végét, elemzésének a végére járok, végén járok. December elején szeretném az ötödik jelentést közzétenni. Ezzel teljes körűen mind a 19 megyét, az összes megkötött szerződést föl fogom dolgozni, sőt az összes meghirdetett pályázatot is, hogy lássuk mely területeken nem hirdettek eredményt és vajon miért. Ha most az utóbbit mondom, úgy tűnik nekem azért nem hirdettek még sokfelé eredményt, mert a mafia családok a háttérben még nem tudtak megegyezni, hogy ki legyen a föld. Szép nagy földdarabok vannak tartalékban még, amelyekre nem hirdettek eredményt és talán óvatosabb is a társaság az eredmények kihirdetésével, de nincsenek hirdetjeink, hova kerül. Kétféle módon, pontosabban háromféle módon is földhöz lehet juttatni valakit. Nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a rendszert. Az egyik módszer, hogy pályázatot írok ki, de persze nem nyilvános olyan értelemben a pályázat, hogy senki nem tekinthet bele, hogy ki nyert és miért nyert. Tehát onnantól az egész folyamat titkos. A pályázatos rendszerben eddig bérbeadott földek körülbelül 70-90%-át, attól függ, melyik megyében vagyunk. A nyertes pályázóknak nem több általában, mint 5%-a viszi el a 70-90%-át a területnek, és a maradék 95%-nak jutnak ilyen apró darab földek egy-egy hektártól. Ebből jön ki az az átlag, amit a miniszter úr szokott mondani, hogy 20 hektár, és a kérges tenyerű gazdák. Ráadásul nem egy földdarabot nyernek ezek a nagy érdekeltségek. Van, amelyik 35-öt nyert, ilyen szerződéssel szerezte meg a földet. Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere, a cégével, valamint a nem hozzátartozó feleségével és bátyjával, mert ezt szokták nekem mondani, a polgári törvénykönyv szerint ez nem probléma. 1300 hektárnál több területet nyert. Ugye én nem tudom a futballpálya méretét, de hát ez több ezer futballpályányi terület, ahogy ezt szokták mondani a sajtóval. A másik lehetőség, hogy földhöz lehet jutni, ez a megbízási szerződéssel. Évente hosszabbítják a szerződéseket azoknál a kliens területeknél, kliens csoportoknál, ahol lejárt a szerződés, és már régen vissza kellett volna venni a földet. És
Hiába jelentkeznek a helyi gazdák, hogy ők megművelnék azt a földet. Hát ők is értenek valamennyire ez a földhez. Szóba se jöhet. Az egyik helyen, amikor fölmerült, hogy annak a tőkeérdekeltségnek a földjét talán akkor oda kéne adni helyben a gazdáknak, a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságának elnöke riadtan azt mondta, hogy de hát az a nyerkesé. A mi közös földünk, a közös nemzeti vagyonunk. Szeretném megkérni Tejhel István barátomat, hogy szóljon ehhez hozzá, és mondja el, hogy hogy is néz ki ez a dolog lepsényben. Akarnak-e ők földet művelni? Mert azt szokták mondani, hogy a paraszt már nem is akar dolgozni. Mert gyerekek sincsenek, akik művelnék. Hogy látod, Pista, egy pár perce, mondd már el, hogy tényleg hogy áll ez a föld így? Köszönöm szépen. Szép jó estét kívánok, Tejhel István vagyok Lepsényből. Szólók képességekkel hiány vagyok, ezt a professzor úr már elmondta. Én a száraz tényeket kívánom önöknek ismertetni. Lepsényben 15 gazdálkodó család szeretne a földből megélni, gazdálkodni, családját eltartani, gyermekeit, unokáit és a falu közösséget fenntartani, tovább vinni és tovább életbe tartani. Óvodákat, iskolákat, egyházat működtetni, és az a közösség, ami egy falu közösség, az tovább éljen, mert mi véleményünk, hogyha a család és a falu közösség a vidék megszűnik, így a nemzetnek is vége. Ezért is vállaltuk, és nagyon köszönjük professzor úrnak, hogy mellék áll, és tovább küzdünk ezért a földért. Mondom a tényeket. 2010-ben a választások előtt kezdődött a mi történetünk. Akkor meghirdették 600 hektár. Ez Lepsény közgazdasági területhez tartozó területe. Ezek a földek az őseink földjei és a családokat, közösségeket tartották el. Lepsény, mióta történetét írják, Lepsény település mezőföldre épült település, ahol földműveléssel és állattartással foglalkoztak, és akkor értek meg az emberek. Ennek most is így kellene lenni, de sajnos itt az elhangzottak szerint és miatt nem így van. Tehát mi akkor elkezdtük a küzdelmünket ezért a földekért, és nem öncélért, hanem közösséget, családokért, gyerekeinkért, unokáinkért. Akkor a mostani hatalmon lévők megígérték, hogy igazatok van, segítünk, és az ottani helyben élő családokat illeti meg ez a föld, és ezt oda kell, hogy jusson és ott legyen helyben, ez az erőforrás, az ott kamatoztasson és ott legyen, ott hozzon gyümölcsöző bevételt az embereknek. Ezt megígérték, és már elhangzott, hogy becsaptak. Hát becsaptak bennünket is. Itt van ez a köteg, ami azóta a föld helyett ezt a köteget kaptuk. Válaszokat, olyan válaszokat, ami undorító és felháborító válaszok. Most úgy vagyunk, hogy sajnos mai napig, tehát 2010 óta nem jutottunk ehhez a földhöz, és nem is fogunk hozzájutni. Én úgy gondoljuk, hogy nem kik állnak itt mögötte, itt már a szó volt, nem ismétlem meg, hogy kik. És megbízási szerződésként adják nekik oda minden évben. És azt is kikértük, hogy hát adják, amit a professzor elmondott, adják nekünk, hát itt vagyunk, 15 családban. Itt van, hát mi is kérjük, és megnyugtáljuk, és kellett ez ott, és nem adják, és nem
nem jutunk hozzá. Olyan volt például, hogy kiírták, abban a pillanatban szóltak az önkormányzattól, bementünk, három napra visszavonták a pályázatot. Tehát ennyi volt ebben kapcsolatban, amit fontosnak ítélek, és hogy el kell, hogy mondjak. És ez nem egy professzorban, a saját segítségben. Ennyi még azt is, hogy ehhez a témához a segítségben mint jó. Szerintem ez világos hír. Úgy. Köszönöm szépen. És mivel, hogy ilyen helyzetben vagyunk, mit tehetünk? Azt mondtuk, hogy próbálunk saját magunkon segíteni, és a saját magunk örömből létrehoztunk egy egyesületet, Gazdálkodó Családok Egyesülete néven, és így próbáljuk érvényesíteni akaratunkat, ami szerintem nem öncélú, hanem ez a paraszt és a gazdálkodó emberek érdeket és szolgálja, és ezért tesszük, hogy a szűkabb közösségünket, nemzetünket, falunkat jobb sorsra, érdemes helyzetben hozzuk. Köszönöm szépen a figyelmet! Talán így hitelesebb helyből. Nagy öröm számomra, hogy a gazdatársadalom szerveződni látszik, talán ezt még hozzáfűzhetem. A gazdatársadalmat nem biztos, hogy mindenki tud róla, a saját vezetői elárulták. Beszéljünk egyenesen. Saját egyéni karrierjeik mentén országgyűlési képviselők, parlament alelnökök, agrárkamara elnökök és nem tudom én micsodák lettek belőlük, és közben ezek a szerencsétlen emberek ott vannak a végeken. És küzdenek, és elhagyták őket, ott hagyták őket. Azok, akik 2005-ben még együtt vezettük a tárgyalásokat a akkori kormánnyal. Traktorokkal jöttünk Budapestre. Megbocsáthatatlan. Még egy példát hoznék földügyekből, a földforgalmi törvény, és anélkül, hogy most a részleteiről beszélnék, ezt elég sokszor megbeszéltük már, hogy mi történik ott. Egy momentumot emelek ki, ami világosan mutatja, ez is abban a kategóriában tartozik, hogy a két oldal egy. A háttérben egy. Mert a földforgalmi törvényt meg lehetett volna akadályozni, ami, ahogy elhangzott, katasztrofális következményeket hozhat maga után, hogyha az ellenzék legalább bent van a parlamentben. És kérem szépen, az MSZP-ből egy-két ember lézengett. Így nem lehetett megakadályozni. Bizonyosra veszem, hogy a háttérben megtörtént a megállapodás, hogy akkor azzal fogtok segíteni, nem vagytok ott, mert ez is egy segítség. Így született ez a földforgalmi törvény. Hozzáteszem, hogy a három vezető a Fidesz oldalon óvatosságból nem szavazta meg ám a földforgalmi törvény. Pedig bent voltak a teremben. Orbán Viktor, Semmilyen Zsolt és Kövér László. Hát ilyen világot élünk, és együttműködés van a két oldal között olyan fontos ügyekben, mint például a földforgalmi törvény nyilvánvalóan. Hozom én is még példának az alaptörvény harmadik módosítását, és ezt szeretném kiemelni. A kérdés így hangzott a tisztelt uraknak a parlamentben, kormánypárti és ellenzéki uraknak a parlamentben, hogy mit akartok beemelni az alaptörvénybe kétharmados törvényként? Azt, amit eredetileg gondoltunk, hogy a családokra és az összefogásukra építjük a stratégiánkat? Vagy a integrátor tőkés társaságokat? Ez egy egyszerűen eldönthető kérdés. Ráadásul név szerinti szavazást kért két frakció is a parlamentben. Elképesztő volt, és nagyon nagy lelki traumát okozó volt hallgatni, ahogy folyamatosan az akkor még saját oldalam, az én miniszterelnököm, akivel megegyeztünk, hogy a családokra fogjuk alapítani, és a helyi közösségekre a stratégiánkat. Ugyanazzal a hangsúlyjal mondott nemet a családokra, mint Mesterházi Attila és a csapata.
és igen a tőkés társaságnak. Kötjük a stratégiai szövetséget a multikkal, olyan multikkal, amelyek máshol is valószínűleg szerepet játszanak, és olyan multikkal, akik ugyancsak érinthetetlenek. Olyan céggel, aki olyan italokat gyárt Magyarországon, amit nem lenne szabad az iskoláinkban sehol sem árusítani, de nem sikerült rátenni 5%-nyi, 5 forintnál több adót sem az ő termékére, akármilyen előfeszítés is volt. Kötjük ezekkel a multikkal a szövetséget, ahelyett, hogy a saját egészséges gyümölcseinkből, saját egészséges gyümölcsleveket állítanánk elő. És a miniszterem, ahogy láttam a televízióban, katasztrofálisan, ő maga adja át ennek a multinak az egyik gép sorát. Stratégiai partnereink lettek ezek, akiktől vissza akartuk szerezni az államunkat. Hol vagyunk? Mi történik itt velünk? De hát nem csak a földről szólt a történet. Én magam először a földügyekbe akadtam bele, és akadtam bele abba a maffiába, ami egyébként más területeken is, ahogy azóta láttam, ugyanígy működik. A következő ilyen ügy az a Trafik Mutyi, vagy Trafik Botrány címén eldülesült ügy volt. Hálás vagyok annak a kedves barátunknak, aki ma itt van velünk, hogy vette a bátorságot, és hallgatott a lelkiismeretére. Nyilván sokat vívódott ezzel, hogy mit tegyen, de végül a lelkiismerete szava győzött. És elmondta, hogy hogy történik ez a pályáztatás. Itt van velünk Hatházi Árpád kollégám. Kérlek Árpád, mondj, Ákos kollégám, hogy jó itt nekem, köszönöm szépen, így szoktunk egy dolga. Nagyon örülök, hogy találkoztunk professzor úrral. Korábban szexában csak úgy találkoztunk, hogy te előadtál, én meg állatorvos vagyok, és mindig késtem, és mindig hamarabb kellett elmenni. Most elég messze vagyok otthonról, úgyhogy nem fogok menetőben elszaladni. Viszont én vitatkozni szeretnék egy picit veled. Ami szerintem jó. Fideszben a legrosszabb az volt, hogy nem lehetett vitatkozni. Ez egy nagyon rossz érzés, hogy pláne nyíltan nem lehetett sosem vitatkozni. És én azt szeretném elmondani, persze nem nagyon vitatkozni, csak azt szeretném elmondani, hogy én nem szoktam örülni, amikor a maffiát emlegetjük a politikával kapcsolatban. És nem azért, mert nem értem azokat a folyamatokat, és nem látom azokat a folyamatokat, amiatt ezt mondod. Két oka van ennek. Az egyik az egy egyszerű nyelvtani probléma. Én a 2006 óta vagyok a szexuális önkormányzat tagja, meg azóta vagyok közelebb a politikához, addig is figyelemmel kísértem, de mindig azt gondolta az ember, hogy hát sokszor gondolta azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. És én azért most már vagyok annyira realista, hogy még el sem tartom elképzelhetetlennek, és egyszerűen nyelvtanilag ki fogunk fogyni a lehetőségekből, tehát hogyha most a maffiát emlegetjük, akkor ez lehet, hogy később visszajött, mert ez a munició. De ennél van komolyabb oka is, mert nem ennyire vicces a helyzet. Én nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy nem kell félni. És ezt nagyon sokat kellene mondani. Ellenzéki politikus, ha azt mondja, hogy félni kell, az egy nagyon komoly öngolt rúg, és nem tesz jót, én azt gondolom, az országnak. Nincs diktatúra ebben az országban, az én véleményem szerint. Vannak diktatórikus területek. A Fidesz az diktatúra van a párton belül, szerintem az egyértelmű, de ez legyen azoknak a problémája, aki tisztességes gondolkodni tud, sok ilyen ember van a Fideszen belül, nekik nagyon nehéz lehet megmagyarázni maguknak, hogy és ezt elfogadni, ezt a tényt, de bizonyos okokkal ott maradnak emberek. Diktatórikus, a szexuális polgármester hivatal, ott diktatúra van, ott egy főszerkesztőt, a helyi lapnak a főszerkesztőjét kirúgták azért, mert leírta a Hatházi nevet, ráadásul nem is az ennyi mertelem, hogy te is mondtad, az édesapám nevét mondtad te is először, ő is azt írta le, és ezért őt eltávolították. Ott diktatúra van. De
De az országban nincsen diktatúra, és azért nincs diktatúra, mert itt választások lesznek. És szabad választások lesznek. Annak ellenére, hogy ugye Buherában van a választási törvény, de szabad és titkos választások lesznek, és én ezt az alkalmat is kihasználnám, hogy erre felhívom a figyelmet, és én azt gondolom, hogy az ellenzéknek ez egy nagyon fontos feladata lenne, hogy ezt mindenhol elmondja, és elmondom, hogy miért, hiszen ez nyilvánvalóan tűnik. Hogy ezek a választások titkos és zárt szavazások lesznek. Én Hódmezővásárhelyen járok elég sokat, vannak ott rokonai, nagyon jó földek vannak ott, és ott nagyon komoly és nagyon intelligens emberektől hallottam, amikor Lázár államtitkár úrnak az utódát megválasztották a polgármesternek, nagyon komolyan mondták nekem, hogy elmennek az emberek, mert a Fidesz fel fogja írni, hogy ki szavazott rájuk, és ki nem szavazott rájuk. És ezt ők komolyan elhitték, hogy ezt meg lehet tenni. Én nekem meggyőződésem, hogy ezt nem lehet megtenni. Ott a szavazófülkében mindenki egyedül lesz, föl kell nézni, ha nincs kamera, ha van kamera, akkor el kell takarni, de el lehet takarni, és lehet titkosan szavazni, ez egy nagyon nagy dolog. Amíg titkos szavazás van, addig nincs diktatúra, és nem kell félni. Az, aki más mond, az nem segíti azt, hogy változtassunk itt a rossz dolgokon. Még két dolgot szeretnék elmondani, két dolgot szeretnék felhívni a figyelmet. Az ember legyen realista, és nagyon jó dolog, hogy itt tulajdonképpen a professzor úr beszéde is arról szól, és mindannyian azért vannak önök itt, hogy az úgynevezett domináns rendszerváltó pártoknak a hatalmát csökkentsük. Erre akkor van viszont, ez is tény és evidencia, de nem lehet elégszer elmondani, hogy erre akkor van esély. Ez az összejövetel is, és bármilyen hasonló összejövetel, akkor lehet sikeres, ez azt jelenti a sikeresség, hogy nem csak beszélünk a problémákról, hanem meg is tudjuk oldani, hogyha azok, akik ezeken a úgynevezett domináns rendszerváltó pártokon kívül állnak, és hát így kell mondanom, így kell fogalmazni, akik elfogadják, hogy lehet más a politika, vagy mondjuk úgy, hogy más is lehet a politika, azok összefognak. Ez sajnos most jelen pillanatban kicsit csodával határos, hogy szervezetileg is olyan összefogás létrejöjjön, amelyik egy választáson sikert tud elérni. Én állatorvos vagyok, elnézést kérek itt az érzékenyebb lelkületől, de azért el kell mondanom, most ez most jutott eszembe a csodákról, mert néhány napja történt, egy kutyát hoztak hozzám, amelyiket hát több napja úgy szoktuk mondani, hogy aszhaltat, mert helytelenül volt diagnosztizálva, nem volt rendesen kezelve. Ez a kutya egy nálam zacskó tevet meg. Orvos, nem tudom, hogy van önök között, a legrosszabb a bélezárodások közül a legrosszabb az a lineáris idegen test. Ilyenkor a nálam zacskó vagy bármi hosszú, ez fölfűzi a beleket és átszakítja a beleket több helyen. Ennél nagyobb életveszélyes kilátásnak helyzet nem nagyon van a hasintétek közül. Amikor több helyen perforálva van, itt szeretnék nem olyan rossz belegondolni, perforálva van a délszakaszt. A gazdi könyörgött, és Silva könyörgött, én ez este 11 órakor jött hozzám, persze már 3 óra beteg volt, de 11 órakor érkezett hozzám. Nem volt nagyon kedvem hozzá csinálni, meg is mutattam neki, meg lehet csinálni, változok, megmutatjuk, és megtette. Azt mondta, csináljuk, megműtjük, megműtöttük az állatot, megmaradt. Ez csodaszámba megy, talán ennél is nagyobb csoda kell ahhoz, hogy ezek az erők, amelyek azt mondják, hogy lehet más politika, összefogjanak és elérjenek olyan eredményt, amelyik lehetőséget ad a változtatásra, de lehet ilyen. A harmadik elnézést, én is vagyok egy kicsit politikus, meg orvos is vagyok, azok is nagyon sokat beszélnek. A harmadik dolog egy szlogen, mert szlogenek kellenek ugye a mai politikában, és ez nem az én szlogenem, ezt a miniszterelnök úr mondta, hogy aki egy 56-os megemlékezés, ugye nem megemlékezés volt ez, hanem kampánybeszéd, hogy aki nem dolgozik, ő érte a következő kampányidőszakban, az jön neki 25 évvel. Én ezt a szlogent én megváltoztatnám, és azt mondanám, hogy a Fidesz, az MSZP, és a miniszterelnök úr is, és Gyurcsány úr is jön nekem, önöknek, jön az országnak 25 évvel.
mert nem tudok hova nézni szinte, hogy ne lássam a párhuzamokat, mondjuk egy 1987-88-as időszakban, én akkor 13-14 éves voltam, már eszednél voltam, és szinte bárhova nézünk, nagy hasonlóságokat látunk, mint hogy egy nagy kört letettünk volna, nagyon nagy kört megtettünk volna, és most ugyanott vagyunk, ahol 87-ben, 88-ban voltunk. Megint rossz kedvű embereket látunk, megint elcsendesedett embereket látunk, államadósság, hiába mondják, hogy csökkent, nem igaz, megint még mindig nagyon magas az államadósság, és a politikai életben is ugyanazokat látjuk, ki kell menni felvonulni, ki kell hirdetni a békét, béke, ugye május 1-én is, meg békemeneteken is. Tudjuk, hogy ez nem a békéről szól, hanem az ellenfeleinknek a megfélemlítéséről. Hallgatjuk, az időt vannak itt idősebbek, a nagyon fiatalok nem emlékeznek rá, de ugyanúgy hallgattuk, és akkor is nevettünk rajta, hogy majd az Európa meg fog halni, hanyatlik, rövidesen tönkre megy, az imperialisták tönkre fognak minket, tönkre akarnak minket tenni, de nem fog sikerülni, úgyis tönkre megy Európa. Ezt akkor hallgattuk, de nem ez volt a legszörnyűbb akkor. A legszörnyűbb, és amit nem értek, itt idős emberek is vannak, idősebb emberek, én nem értem, hogy a szüleink, nagyszüleink épp észre és épp lélekkel hogy tudták azt elviselni, hogy puta tanácselnökök, meg pártitkárok döntöttek arról, hogy kinek milyen lesz a sorsa. Nem azt számított, hogy ki mennyit dolgozik, ki mennyire tisztességes, mennyit tanul, mennyire igyekszik, hanem azt számított, hogy egy tanácselnök, vagy egy polgármester, vagy egy választókerületi elnök, vagy egy pártitkár, mindegy, hogy hogy hívjuk, hogyan dönt. Ugye 87-88-ban már lehetett GMK-kat meg maszekolni egy picit, de azt csinálhatta, akinek a pártitkár megengedte. És számomra ebben a trafikügyben ez volt a legszörnyűbb. Én jó munkát kívánok önöknek, jó és sikeres munkát kívánok önöknek. A Fidesz, az MSZP jön nekünk 25 évvel, én kívánom önöknek, hogy az önök tevékenysége is hozzájáruljon ahhoz, hogy visszavegyük a jussunkat, mert a juss lesz, hogy az országunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A történet nyilván ismerős, Márkus barátunk ilyen módon vállalta a véleményét és a lelkiismerete szavára hallgat, hogy át. Köszönjük a egyéb irányú kiképzést is, amiben most volt részünk, akár állatorvosként, akár politikusként, amiket elmondták gondolatokat. Picit tovább lépve beszéltünk, hogy nem csak a földről van itt szó, nem csak ilyen típusú hát ügyletek voltak, amik erősítik azt, hogy itt egy hálózatról van szó, és az ország kirablása zajlik, hanem beszéltünk a közös kasszáit. Én említettem, hogy mennyit emelnek ki a közös kasszákból. De a másik oldal, mint az a legutóbb időben kiderült, elképesztő állapotban van. Vannak az érinthetetlenek, akiknek nem kell befizetni a közös kasszába, mint ahogy ezt egy másik kedves barátom, akit nagyon nagyra tartok, és valóban a bátorságáért tisztelek, hogy kiállt ezzel az üggyel, szívós munkával összeszedte a dokumentumait. Mert hogy ez a lényeg, hogy dokumentáljuk is, amiről beszélünk. Ezt próbálom én is a magam szerény eszközével, és ezt tette. Másik barátom, aki itt van, őt is szeretném fölhívni ide a pódiumra. Mondja el, hogy hogy is születik egy ilyen döntés, és miről szól ez a történet, amit ő volt szíves talán 10 nappal ezelőtt elénk hozni, és amelynek aztán a hullámai azt hiszem, hogy még hosszabb fognak itt tartani. Reményeim szerint nem áll meg ott, ahol ma áll ez az ügy. Nem áll meg ott, hogy együtt a Fidesz és az MSZP megakadályozta, hogy vizsgálóbizottságot állítsunk föl a parlamentbe. Ez 78 szavazat kell, ami azokat az ügyeket vizsgálta volna, ami alapján Horváth András, most már mondom a nevét, kérlek, mondd nekünk te is néhány gondolatot. Nagyon szépen köszöntöm a megjelenteket. Ha lehet, akkor leülnék.
Még lehet, hogy azzal egy kicsit visszamennék az időben néhány évvel. Először is azért szeretném megjegyezni, hogy nagyon örülök, hogy ilyen illusztris társaságba kerültem. Úgy néz ki, hogy ez az éve a kiugrások éveként fog belépni a történelembe. És nagyon remélem, hogy nem egyetlen kiugrás év lesz, hanem még lesz folytatása ennek az egésznek, ezt mindannyian reméljük. Mit is csináltam én az adóhivatalnál, illetve mi vezetett oda, hogy erre a nagyon súlyos lépésre szántam el magam másfél héttel ezelőtt. Ugye én azt már elmondtam néhány nyilatkozatomban, hogy az adóhivatalnál, és nem csak az adóhivatalnál, hanem még sokkal korábban, évtizedekkel ezelőtt, amikor még a politikai pályába is belekóstoltam, mindig ilyen iszkága ember voltam, bárhol voltam. Akár a politikában, akár a közigazgatásban, az adóhivatalban. Újféle módszerekkel, javaslatokkal bombáztam a vezetést. Önállóan végeztem a munkámat, eléggé kreatívan. Ezek a tulajdonságok egy közigazgatási szervezetben, egy hierarchikusan felépülő bürokratikus szervezetben igazából nem kívánatosak. Az ilyen embereket nem szeretik ezekben a szervezetekben. Nem is sikerült nekem előrelépni, én maradtam ugye ügyintézői szinten, csak hogy olyan munkakörben voltam mindig, ahol egy kicsit szabadabban tudtam mozogni, nem kötöttek határidők, és sokkal komplexebben tudtam vizsgálni a dolgokat, mint egy átlagos adóellenőr a szervezetben, akiket nagyon tisztelek és becsülöm a munkájukat. Tehát ugye a tanulmányom is 2007-ig vezettem vissza csak az eseményeket. 2007-ben történt egy olyan negatív irányú változás az adóhivatalban, ez a Gyurcsány kormány alatt volt, Veres János minisztersége alatt. Olyan irányú szervezeti változások és személyi változások történtek, amikor is elkezdett piszkosul lecsúszni a hivatal szakmailag és morálisan. Olyan vezetők kerültek meghatározó vezetői pozíciókba, akik egy olyan működési módot valósítottak meg, ami rombolta azokat az értékeket, amik addig megvoltak a szervezetben. Elkezdődött egy negatív irányú kontraszelekciós folyamat, olyan vezetőket is lecseréltek, akik ezt nem érdemelték meg, akik alatt működött a terület, és ennek az lett a következmény, hogy igen nagy arányú elvándorlások indultak meg pont az ellenőrzési területeken. A maffia nagy örömére, a maffiák, az adócsalók nagy örömére. Ez a folyamat ugye kitartott egészen a 2010-es választásokig, és nagyon sokan azt reméltük, hogy itt kapcsolódok már ahhoz is, ahogy ez a professzor úr, hogy ő is azt remélte, ugye, hogy majd ez az új kormány, ez majd változtatni fog a dolgokon, és úgy, ahogy hangoztatja, meg ahogy a kampányban hangoztatja, és majd más lesz az egész. Tudtuk, hogy kik azok a vezetők, akiknek köszönhető volt ez a lecsúszás az adóhivatalnál, és azt, hogy olyan elemek jelentek meg a háttérben, olyan kapcsolati háló alakult ki, ami megnehezítette ezeknek az adócsaló hálózatoknak a feltárását. Ezeknek az embereknek 2010 után, a Fidesz kormány megalkulása után semmiféle bántódása nem lett. Gyakorlatilag ez a vezetői hálózat, ami tönkretette a szervezetet, ugyanolyan módon továbbért, legfeljebb, hogy csak cserék voltak, ide-oda cserégették ezeket az embereket, de nagyjából ugyanolyan szintű pozícióban maradtak, és tovább folytatódott a lecsúszás. Még ráerősítettek a 2010 előtti folyamatokra is, és további olyan értékes embereket iktattak ki a szervezetből, iktattak ki nagyon fontos pozícióból, akik más megyekbe tudták volna terelni ezeket a folyamatokat, illetve gátat tudtak volna szabni ezeknek a maffia-szerű adócsaló hálózatok működésének. És akkor én pedig egy magasabb szintre kerültem, egy régiós szintre, ahol hozzáférhettem 2000 után már olyan adatokhoz is,
ami multinacionális cégeknek az adózási kérdéseit tudta vizsgálni. Ekkor jöttem rá arra, egész szektoroknak, komplett szektoroknak a vizsgálata során, hogy létezik egy olyan védelmi rendszer az adóhivatalon belül, ami ezeket a multinacionális társaságokat és a magyar tulajdonú igen nagy méretű társaságokat kivételezett helyzetbe tartja, nem végez nála el ellenőrzéseket, és el tudják intézni azt is, hogyha mégis ellenőrzésük induljanak, akkor azok számukra kedvező módon záruljanak. Ugye mondtam, hogy 2 éve indítottam, vagy mentora voltam egy olyan ellenőrzési projektnek, amiben ilyen nagy multinacionális cégeket vizsgáltak, és falakat emeltek elém. Ezeket a falakat kezdetben áttörtem, és folytattam azt a feltáró munkát, amit elkezdtem. Végül is körülbelül 1 éve értésemre adták, hogy nem kívánatos a további ilyen irányú munkám, felejtsem el az eddigieket, és nem bíztak meg semmi konkrét, komolyabb feladattal. Viszont én ez alatt a 14 év alatt, ami alatt az adóhivatalban voltam, kidolgoztam olyan ellenőrzési módszereket, ami nyugodtan mondhatom, hogy egyedülálló a NAV-nak a történetében, és nem akartam veszni, hagyni ezt az egészet, ugyanis ezzel a módszerrel hatékonyan feltárhatóak lettek volna azok a maffia hálózatok, én igenis maffia hálózatoknak nevezem, amiről Ányán doktor úr is beszélt, és itt nem 10 milliárdos tételekről van szó, hanem sajnos igenis 1000 milliárdos tételekről van szó, amivel lenyúlják a költségvetést éves szinten. Na most, mivel? Azt sok, elmondtam az utóbbi napokban sokszor, én mind a hivatal vezetését megkerestem a problémákkal, illetve próbálják ezt rendezni, a javaslataimmal megkerestem őket, és amikor láttam, hogy nincs remény arra, hogy változás legyen, akkor 2 alkalommal, 1 év különbségben a magasrangú kormányzati szereplőket is megkerestem, tehát nem akartam kivinni ezt az egészet, úgy gondoltam, hogy a kormányzati szereplők, akik gyakorlatilag a NAV fölött vannak, azoknak a kutya kötelessége, hogy ilyen jelzésre vizsgálatot tartsanak, és változtassanak ezen az állapotokon, ha tényleg így van, ahogy én feltártam. Ez nem történt meg, és akkor kezdődött egy olyan egy évig tartó munka tulajdonképpen, ami nagyon sok tanulmány megírásával, szervező munkával, az Európai Bizottság többszöri megkeresésével vezetett oda, hogy másfél héttel ezelőtt kiléptem a nyilvánosságra, mert nem láttam más lehetőséget arra, hogy itt változzanak a dolgok, és hogy ezzel tudtam áttörni azt a hazugságfalat, ami a NAV és a kormányzat részéről évek óta megmutatkozik ebben az irányban. Sokan azt kérdezték, lehet, hogy egy kicsit hosszú voltam, elnézést, sokan azt kérdezték tőlem, hogy már napokkal később, hogy megérte ez az egész. Most, másfél hét után azt mondom, hogy megérte. Biztos, hogy ezután már nem lesz olyan az életem, mint eddig, meg a családomnak sem lesz olyan az élete, mert ez egy rettentő veszélyes lépés volt. Viszont azt látom, hogy egy olyan platform kezdett kialakulni az országban, egy ilyen, nyugodtan mondhatom, egy korrupció ellenes platform, amiért mindenképpen megérte kilépni. Mielőtt ezt az egészet elkezdtem, korábban barátokkal, kollégákkal nagyon sokat beszéltünk arról, hogyha egy korrupciós ügy ebbe az országba fölmerül, és mondjuk azt az MSZP követte el, akkor azt mondják a szavazók, hogy ó, hát semmi gond, a Fidesz is korrupt. Ugyanez fordítva, semmi gond, az MSZP is korrupt, nézzék meg csak, hogy mit csinál. Tehát kezdett egy ilyen kis közömbösség kialakulni. És nekem az a tapasztalatom ebben a másfél hét tapasztalata, hogy függetlenül attól, hogy ki milyen platformon áll, ki milyen párttal szimpatizál, vagy milyen irányú civil szervezetben vesz részt,
értékeli ezt a kiállást, és az utolsó esélynek tartja azt, hogy valami változzon ebben a kérdésben. És azt is érzékelték az emberek, nagyon jó. Jó, hogy itt vagyunk most hárman, először vagyunk itt hárman, hogy ennek a három embernek a közös összefogásával és a példájával lehetne valamit változtatni a dolgokon. Én is azt mondom, a 24. órában vagyunk, ha itt sem fog történni változás, akkor ez az ország elveszett, és ezt érzik az emberek. És ezt nekünk, tehát ezt az összefogást, ezt erősíteni kell, propagálni kell, és várni kell a további csatlakozókat, hogy ezeket a korrupt maffia hálózatokat ki tudjuk iktatni a rendszerből. Úgy a haszonvérleti témában, mint az adózási területen. Annyit szeretném még mondani, egy nagyon friss dologra térnék még ki. Úgy tűnt, hogy mi történt ugye a mindegyikünkkel, amikor kiléptünk ezzel az egésszel, a kormánypárti sajtó az eléggé nagyon hallgatta ezt az egész dolgot, illetve csak negatívumok jelentek meg róla. Gondolom a célpont mindenki után nyomozott, lehet, hogy utánam is fog, hogy vajon mi lehet emelőtt az egész mögött, és milyen negatívumokat lehet felhozni velem szemben. Nehéz lesz neki. Tehát ügyesek a célpontosok. Tehát, hogy meglátjuk, hogy mire jutnak vele. Minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagy áttörés következett be a tegnapi napon, ugyanis Orbán Viktor megszólalt az ügyben, és azt mondta, hogy nagy biztonságok vannak ezen az adócsalási területen. És írdatlan nagy költségvetési károkat okoz, írdatlan közérdeket sértő cselekmények vannak el. Na, hogy érdekes? Én ennek nagyon örülök, én ezt vártam. Csak én nem most vártam, én azt vártam, hogy az első sajtótájékoztatón után ki fog állni Orbán Viktor. De várt, hogy mi lesz ennek a következménye. Ez az egész már annyira eszkalálódott, hogy kénytelen volt ő is kiállni. Én a csütörtöki sajtótájékoztatómon feltettem a kérdést, hogy hol van Csányi Sándor, ugyanis másfél éve egy által alakított szervezet folyamatosan nyomatta a sajtóban, hogy a kiskereskedelmi láncok polcai tele vannak adócsalásból származó árval. Vártam, hogy kiálljanak mellettem, és ez ma megtörtént. A Magyar Nemzet mai számában ennek a fórumnak a szóvivője gyakorlatilag alátámasztotta azokat a leírásaimat, a tanulmányom azt a részét, ami azzal foglalkozott, hogy igenis a multinacionális cégek igen nagy mértékben csalnak adót. Úgyhogy ezeket a fejleményeket áttörésnek érzékelem, tehát azt lehet mondani, hogy nem lehetett elmismásolni ezt az ügyet, és nagyon remélem, ahogy már itt elhangzott, hogy egyik ügy sem fog elülni soha, és egyre több hívet szerzünk annak, hogy ezek az ügyek pozitív módon záruljanak azok számára, akik sajnos elszenvedői ennek a korrupt rendszernek. És én még azzal zárnám, amit elmondtam az egyik tévében pár napja, hogy ha nem tudjuk felszámolni a korrupciót, vagy jelentősen visszaszorítani Magyarországon, és nem tudjuk ezt az oligarchikus államrendet meghaladni, illetőleg ezt felszámolni, akkor ez az ország elveszett és nincs jövője. Köszönöm szépen! Mindannyiunk nevében elmondhatunk, hogy nagyon nagyra tartunk, és köszönjük a bátor kiállásodat. Mindannyiunk érdekében álltál ki, és én is azt remélem, hogy sokan fognak bátorságot meríteni mindkettőtök bátorságából, és ki előre áll a saját
ügyeivel, és megtisztítjuk ezt az országot. Nem a teszett akcióval a tetején, hanem egy kicsit mélyebben kell megtisztítanunk ezt az országot. Azért annyit, András, engedj meg, hogy megjegyezzek, vigyázz azzal, hogy kiáll ki melletted most így egy hét után, vagy 10 nap után. Ugye a baráti ölelés az ismerős fogalom. És ugye azt is szokták mondani, hogy ha nem tudod megakadályozni, állj az élére és kiálts te tolvajt. Bocsánatot kérek, hogy ezt így próbáltam megfordítani. Csányi úr iránt is minden tiszteletem, és a miniszterelnök úr iránt is, de legyünk azért óvatosak. A baráti ölelés az nem mindig ugyanazt jelenti. Különösen ezen a terepen, ahol az érdekek mozognak. Tehát itt ez ezek az érdekviszonyok határozzák meg, és nem annyira az emberi viszonylatok. Ezt elég jól megtapasztaltam sajnálatos módon. Én is, aki így, hát ilyen kalandtúrán vettem részt ebben a politikában. Az azt is mondom, hogy említetted azt, hogy olyan emberek kerültek oda, akik... Nézd, ez az alap működés ennek a rendszernek. Én nekem ez a benyomásom. Mindenkit olyan pozícióba kell tenni, amire ő teljességgel alkalmatlan. Ezek a használható emberek. Mert ez mindent végre fog hajtani, mert az élete függ attól, aki őt oda tette, arra a polcra, amiről ő is tudja, hogy teljességgel alkalmatlannak a végrehajtására, amit ott neki el kéne látnia. Ez ezzel a rendszerrel együtt jár sajnos. Ugye a miniszterelnök úr még figyelmeztette is a képviselő urakat, Gyulán, nem tudom, ezt mondtam-e már, de hát nagyon érdekes volt, annál több volt az a találkozásunk, amikor elmondta, hogy aki tisztességesen viselkedik, így, ettől fagyott meg a levegő, amit az Origo írt talán, vagy valamelyik portál írt is, hogy megfagyott a levegő a frakcióban. Hát persze, hogy megfagy a levegő, gondoljátok el azt a 260 embert, amikor az én példámon figyelmezteti őket, hogy aki tisztességesen viselkedik, és megsérül a csatatéren, azt kihozzuk. De aki nem, arra mi is lőni fogunk. Ugye ez egy elég kemény mondat. Tehát ilyen típusú használható emberekre van szükség. Úgyhogy nem lett meg, amit mondtál, hogy a NAV-nál miért lett volna más, mikor ez kormányzati körökben is ugyanígy működik. Hát amikor egy miniszterasszony nem tudja azt sem, hogy hol van, és azt találja mondani a meghallgatása során, amikor ő miniszter lesz, hogy tisztelt bíróság a bizottság előtt. Ugye ott az ember azért elgondolkodik. Ott a kollégák mondták nekem, hogy maguk közt mondták, hogy ez még nem az, az később. No, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a kormány egyébként rögtön nem úgy reagált az András bejelentéseire, mint ahogy most a miniszterelnök úr mondja, hogy micsoda disznóságok vannak itt. Ezt hallottuk a Horthy Gyulától is, hogy föl volt háborod vannak ide, nem emlékeztek rá, hogy micsoda disznóság zajlanak ebben az országban, mintha nem ő lenne a miniszterelnök. Ugye ugyanígy hangzott el, hát ez dezsavú érzése van az embernek. De a kormány nem így reagált, az első reakciója az volt, amitől én nem kaptam levegőt. Hát ez mindenkit hülyének néz akkor. Az a miniszter, aki az András sajtótájékoztatója után elrendel egy vizsgálatot, és a hétvégén azt az anyagot, amit ő két éve gyűjtögetett, 14 év munkája tapasztalata, egy csomó disznóságot összeszedve, dokumentálva letett a legfőbb ügyész asztalára, azon Varga Mihály miniszter úr két nap alatt urrá lett. Meg se nézték. Azt bejelentette hétfőn, talán hétfőn jelentette be, megvizsgáltatta, és mindent rendbe tett. Hát én ezt... egyszerűen az embernek a lélegzete eláll. Erre nem adtunk szerintem fölhatalmazást senkinek, amikor kétharmadról volt szó. Mert erre szoktak hivatkozni, hogy akár ezt is megteheti. Hát ez tényleg hülyének nézi az embereket. Én hallottam már ilyet, az NFA-nál, a föld alapnál, hogy mondjam, amikor a disznóságok jöttek sorozatban, akkor a miniszter úr is folyamatosan, én miniszterem, akkor már nem voltam a minisztériumban, folyamatosan azt mondta, hogy megvizsgáltatta, minden rendben van. Semmi vizsgálat sose volt. Hagyd tegyem hozzá. Micsoda világ ez? Micsoda világ ez? A vizsgálóbizottság azt még hozzáteszem, hogy hogy áll. Kezdeményeztük. Én péntek este, amikor András kiállt, akkor én is kiadtam egy közleményt, amiben
támogatásomról biztosítottam, és nagy örömömet fejeztem ki, hogy vette a bátorságot és előállt ezzel az egész ügyel, és én is biztattam már ott mindenkit, hogy ki vegye a bátorságot. Merítsen bátorságot abból, amit András is tett, vagy amit Ákos is tett korábban, és ugyanezt tegye meg. Majd az egyik képviselőtársam, Siffer András fölhívott, hogy kezdeményezzünk egy vizsgálóbizottságot, nem pártként, hanem képviselőként kezdeményeztük ezt a vizsgálóbizottságot. Ehhez 78 aláírás kell, hogy kivizsgálja a parlament, és a Fidesz-KDNP és az MSZP egységesen elutasította, hogy ezt a vizsgálóbizottságot felállítsa a parlament, vagyis hogy megnézze, hogy mi is történik itt. Barátaim, 1 000 milliárd forint az, amit a védett cégek András vizsgálatai szerint egy évben kiemelnek a közös kasszából. Mondom még egyszer, ez 5 év teljes vidékfejlesztési támogatása, európai és hazai forrás, hogy érezzük, miről van szó. A képviselőrökat ez nem érdekli. Nincs felhatalmazásuk rá. De hát micsoda képviselők azok, akik egy ilyen vizsgálóbizottságot nem hajlandó felállítani. Próbálkoztunk, a folyosón kérdezgettem én is, oda mentem én prominens fideszesekhez, hogy te nem kéne megnézni, hogy most tényleg elvisznek 1 000 milliárdot a kasszánkba? Hát mi adtuk össze? Nem érdekel? Nem ismeri pontosan az ügyet, majd visszatérünk rá, és a többi is. Azért hagyd mondjam, hogy van egy videó az interneten, ez most eszembe jutott, és ezt figyelmetekbe ajánlom, mert nagyon tanulságos, amikor erről kérdezgetik a képviselőket. Hogy hát mégis mi a véleménye erre? Hogy gondolja? Hát többen megszólalnak, de én egyet jegyeztem meg, mert ez szerintem ez idézhető. És ez megmutatja, hogy kikből áll ez a csapat. Nem mondom a nevét, nézzétek meg a videót, meg fogjátok látni. A következő, hát szerintem egy kulcsmondatot mondta, amikor arról foggatták, hogy hát neki mi a véleménye. Hogy hát pár, még nincs véleménye, de hát neki azért csak lehet, hát nem. Egy képviselő csak lehet véleménye egy kérdésről. És akkor ő azt mondta, hogy a képviselőknek a parlamentben nem véleményük van, hanem munkájuk. A feladatunk kapta, hogy azt a gombot kell nyomni, azt ő végre. De hogy véleménye lenne egy országgyűlési képviselőnek, hova jutott ez az ország, ahol a törvényhozásában olyan emberek vannak, akinek nincs is véleménye arról, amiről szavaz. Hanem neki munkája van, azt szerint, hogy a pártelnök mit mondott neki, azt kell végrehajtani. Ez egy elképesztő helyzet. És ez hozta elő ez az ügy megint csak, tehát sok mindenre rávilágít, és rávilágít arra, hogy mennyire változtatnunk kell a viszonyainkon. Ez egy elfogadhatatlan. Gyorsan a végére akarok érni. És aztán nyilván beszélgetni se kéne inkább sok keríteni. Ha megtalálom, hogy mit akartam még. A harmadik ilyen gondolatkör, amivel aztán beszeretném fejezni, és itt már tényleg rövidre fogom a dolgot. Meg kell állítanunk ezt a folyamatot. Nincs más lehetőségünk. Vissza kell vennünk a saját államunkat. Mindjárt. Le kell választani ezt a maffiát a államunkról. Mindjárt. Úgy is mondtam, hogy a felvilágot le kéne választani az alvilágról. Vissza kell helyezni az államot az erkölcsi talapzatára, ami megszűnt. Az igazság, a tisztesség és az emberség és az adott szó becsülete kell, hogy helyreálljon ebben az országban. Úgy hazudik a legmagasabb poszton lévő is, hogy az arc izma nem rándul. A szeme nem mozdul, pedig tudja, hogy hazudik. Ilyen tételmondataink voltak, amikor elindítottuk ezt a mozgalmat. Itt is szerepel talán, nem lehet többé törvényes, ami erkölcstelen. Parban, de folyamatosan azt hallom, hogy tessék bírósághoz fordulni. Mondja az, aki a disznóságot a törvényben maga belefogalmazta, az erkölcstelenséget. Tudja, hogy úgyis hiába mész a bírósághoz, de nem lesz vele, nem fogsz ott zöldágra vergődni a bírósággal sem. És a másik elképesztő dolog, amit szintén egy vezető, szép reményű fiatalabb politikustól hallottam, amikor azt volt szíves mondani, hogy az emberek annyit, minden ember annyit ér, amennyie van.
amennyie van. Ezért mondjuk azt, hogy nem érhet soha többet annyit az ember, amennyie van, hanem ahogy a Kodály idézetben szerepel, amennyit használni tud más. Annyit ér az ember. Az ember nem értéke nem a pénzben méretik, meg az összeharácsolt vagyonában. No, mit akarunk tenni? Egy jogos a kérdés, már húztuk itt sokáig. Amit tenni akarunk, azzal a helyi közösségeket akarjuk megerősíteni. Egy mód van ezen úrrá lenni, ha újra elkezdjük helyben építeni az életünket. Le kell dobjuk magunkról ezt a maffiát, ami belakta az államunkat, ami átvette a törvényhozásunkat, ami uralja a költségvetésünket és minden viszonyrendszerünket. Az egymáson átgázoló verseny helyett az együttműködést kell segíteni. Ezt kell erősítenünk, az emberek közti együttműködést. A megmaradásunknak ez az alapja. A szétszilált társadalmat újra valahogy a közösségeiben újra össze kell rendezzük. Segíteni kell, ahol helyben vannak már ilyen kezdeményezések, hogy ők ezt meg tudják tenni. Ezen múlik a megmaradásunk. Mit akarunk tenni? A nyilvánosság helyi és országos formáit akarjuk megteremteni. Olyan közösségeket és helyeket, ahol előjöhetünk, bátran előjöhetünk ezekkel a dolgokkal. Szent meggyőződésem, hogy a nyilvánosság az első lépcsőfok a változtatások. Ki kell hozni a fényre, használtam erre egy durvább hasonlatot is. Ki kell hozni a csatornából a fényre, mert irtózik tőle. A nyilvánosságra tudjuk hozni a dolgokat, visszavonul, visszahúzza a kezét. És onnan indulhat a változás. Tehát a nyilvánosság fórumait kell mindenütt megteremtenünk. Nyilván ezen túl a közösségnek, nekünk akkor, mindannyiunknak garantálnunk kell, hogy ne érje bántódás azt, aki kiáll. Ebben is a nyilvánosság erejét kell használjuk. Meg kell védenünk együtt azokat az embereket, akik hajlandók a lelkiismeretük szavára kiállni azokkal az ügyekkel, amiket ők ismernek. És ez egy nagyon jelentős változást hozhat az egész rendszerben. A közpénzek és a közvagyon kezelésének teljes nyilvánosságát kell követeljük. Közösen együtt. Minden fórumon. Az nem létezik, hogy titkos legyen bármi, ami a közpénzen alapul, ami a közös vagyonunk használatán alap. Azt olyan törvény nem létezhet, mert az az erkölcstelen törvény kategóriájába tartozik, ami ezt eltitkolja és nem tárja a közösség elé, akinek a vagyonáról van szó. További feladatunk. A jogi nagykapukat, amiket a törvényekből beépítettek, és sokan vagyunk különböző területekről. Ismerjük, hogy a saját területeken milyen biztonságot építettek be a törvényekbe. Összekeszedjük, kell egy jogászcsapatot szerveznünk, aki föltárja ezeket a belső biztonságait az adott szakmáknak, és el kell kezdenünk szisztematikusan részben nyilvánosságra hozni, másrészt a változtatását elkezdeni elérni. Van egy fontos dolog, és ez egy egészen más államműködést eredményezhet. Nem a pártközpontoknak, hanem az őket küldő helyi közösségeknek felelős törvényhozókat kell választani. Következő az elképzelés. Ez nem egy választási szövetség. Ez nem egy párt. Ez egy mozgalom, amely arra teszi fel az életét, hogy a helyi közösségeket helyzetbe hozza. Ha vannak olyan közösségek, amelyek az adott körzetben föl tudnak mutatni olyan tisztességes, az életével magát hitelesített embereket, amilyen vezetői régen voltak a magyarságnak, akik a lelkiismeretük szerint járnak el majd a közösség ügyeiben, akkor azt szeretnénk, hogy ezt ők jelöljék saját képviselőjüknek. Pártoktól függetlenül. Van ebben a mozgalomban, és ez a koncepciónak a lényege. Egy olyan alakulat az Élőlánc Magyarországért, amely ha a közösség a saját emberét megtalál, hajlandó a kampányát lefolytatni. Hajlandó a többieket is meggyőzni, hogy emberek ne annak a Tróger pártnak, vagy annak a Tróger pártnak az emberére szavazatok, hanem itt van a mi saját emberünk, akit ismerünk, aki nekünk felel majd. Nem a pártközpontnak kell beszámolnia, hanem nekünk, ha van a közösségnek egy ilyen közös jelöltje, akkor van itt egy olyan formáció, ami a mostani választási törvény szerint alkalmassá teszi ezt a szervezetet, hogy ezeket a jelölteket, a helyiek jelöltjeit befogadja. Ez egy üres vonat, így tudom talán érzékeltetni.
ahol meghatároztuk, hogy mik az értékek, lefektettük a sineket és az irányt, merre megyünk. Az a közösség, ami ezeket az irányokat, ezt az irányt és ezeket az értékeket vállalja. És van olyan ember köztük, akik tisztelnek, akit szeretnek és megbíznak benne. Kérjük hozzá. És ne a pártokhoz kell, nem a pártokhoz kell kapcsolódnunk, hanem tegyék ide erre a vonatra, ami reményeink szerint néhány embert közülük már most is bejuttathat, de nem erről szól a történet, hanem ez egy folyamat, ahol a parlamentben nem ilyen pártkatonák ülnek, ahol a pártelnöknek nem 260 nyomogon van egyszerre a kezében, hanem olyanok, akik a helyi közösségnek felelnek, akik megállapodnak a helyi közösséggel, és akik majd visszahívhatók lesznek, ha nem azt csinálja. Visszahívható lesz, hogyha nem azt csinálja, amiben megállapodott a közösségével. Ma 4 éven kívül nem tudsz hozzá szólni se. Ha egyszer se találkozol vele, akkor sem tudsz vele mit csinálni. Ez működésképtelen. Ez egy olyan parlament, egy olyan törvényhozás most, belülről látom, ahol 3 ember eldöntheti, hogy mi legyen ezzel az országgal. A többieknek meg az a dolga, hogy minél gyorsabban nyomkodják a gombokat. 12 másodperce van egy képviselőnek, hogy megtalálja, hogy amit kiabálnak, és azt neki kiabálták, azt megtalálja azt a gombot. Azt se tudja, miről szól a történet, mert neki nem véleménye van egyébként sem, ahogy elmondta, hanem neki munkája van. Ez elfogadható. Tehát azt javasoljuk, hogy ha van erő a helyi közösségben, hogy nekiálljon egy ilyenfajta új állam fölépítésének, egy új világ elindításának, akkor keresse meg azokat az embereit, akik jó szívvel tud vállalni. És mi pedig azt vállaljuk, hogy segítjük ezt a közösséget, hogy a saját embere jusson be a parlamentbe, és valahogy ezen a pártokrácián kéne urrá lenni. Körülbelül ez a konstrukció. Nem pártot alapítottunk, hanem mozgalmat indultunk azért, hogy az államunkat átalakítsuk. Hogy az állam működését megváltoztassuk. Ez nem megy néhány ember akaratából, ez csak együtt megy. Ha ezt fölfogja ez a nép, hogy mi vagyunk itt 10 millióan, és néhány száz tróger uralkodik rajtunk, akkor itt óriási változásokat lehet és kell is elérni. Ehhez persze kell az a fajta bátorság mindenki részéről, amiért én hálás vagyok barátaimnak, akik ma este eljöttek. És ezt a bátorságot erősítendő, engedjétek meg, hogy lehet, hogy már máskor is felolvastam, de most talán nagyon-nagyon ide illik ez a bátorító néhány sor Máté Evangéliumából, és akkor én itt befejezném a magam mondandóját. Ez pedig így hangzik. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne. Sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Szeretettel kérlek benneteket, hirdessük együtt a háztetőkön, és át fogjuk fordítani az országot. Köszönöm szépen, hogy megfordítottatok.